Nos, üdvözletem, kedves Android fejlesztők! A mostani videóban egy új elemet fogok nektek megmutatni, egy új komponens típust. Ugye beszéltünk már róla, hogy az Androidnak négy komponens típusa van, ugye az Activity, ugye ez a fő komponens típus, ugye az egy felhasználói képernyőt reprezentál, akkor ugye a Service, amelyik tulajdonképpen egy Activity, aminek nincsen felhasználó felé felülete, tehát ő tulajdonképpen a háttérben tud futni, és ott tudja elvégezni a különböző dolgokat, például egy, mit tudom én, egy GPS koordinátasor tud logolni, miközben mi tudunk telefonálni, vagy például a zenehallgatás is így van megvalósítva, ugye az is egy service, ahogy amikor ugye a zene megy, attól mi tudjuk másra használni a telefonunkat, SMS-t küldeni, böngészni vele bármit. Ez volt a második, ugye a service. A harmadik, amiről beszélni fogunk most, az a Broadcast Receiver. Ez pedig azért érdemes, mert a rendszer, amikor bizonyos események történnek a készülékükbe, ilyen esemény lehet például egy beérkező telefonhívás, amikor egy SMS jön, amikor például az akkumulátornak a töltöttsége átlép egy kritikus határt, akkor úgynevezett üzeneteket, broadcasteket küld, és mi ezekre az üzenetekre tulajdonképpen feliratkozhatunk. Mi is ennek a lényege? Az a lényege, hogy például, hogyha mi azt akarjuk, hogy majd az SMS-t, ami érkezik a telefonunkra, mi magunk lekezeljük, nem maga a rendszer kezelje le, akkor ezt nyugodtan meg tudjuk tenni úgy, hogy feliratkozunk a rendszernek erre a Broadcast Receiver eseményére. Na, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Ez idáig már szerintem mindenkinek nagyon jó megy, hogy egy új Android applikációt készítünk, aminek a neve legyen az, hogy SMS érkezik. Nagyon, nagyon jó. Itt elég nekünk a kettő-kettő mindenütt, úgyhogy én ezt most itt átállítom. Ugye témánk pedig nincs. Next, next. Next, next, és akkor finish, és akkor kapni fogunk egy új, teljesen üres új applikációt. Látszik, hogy már itt készülget is. Remélhetőleg meggyártódik, így van. Nos, még egy picit várnunk kell, addig, amíg a fő aktivitink elkészül. Nem is fogunk itt nagyon sokat ezzel most vacakolni, ezt így fogom hagyni teljesen, ugye a fő képernyőmet, ahogy van. Megnézzük a main activity javát, tulajdonképpen ez most akkor nem fog csinálni, ugye mint megjeleníti a activity main XML-t, amit az előbb láttunk. És ugye hát itt a menünek a dolgai megint itt van, ezt már megszokhattuk, hogy ezt én mindig kitörlöm, nincs igazán jelentősége. Egy delete gombbal és a Ctrl-Shift-O-val pedig eltüntettem ugye a fölösleges importokat. A main activity java fájlunk az teljesen így is fog maradni, most én egy Ctrl-S billentyű kombinációval ezt el is mentettem. Fogunk létrehozni egy olyan osztályt, ami megvalósítja nekünk ezt a broadcast receiver-t, ami tulajdonképpen figyelni fogja az eseményeket, ezeket az eseményeket, amire majd feliratkozunk. Tehát ehhez, hogy egy ilyen osztályt készítsünk, ahhoz itt ezen a com example SMS érkezik el a jobb gombbal kattintunk, új osztály. Aminek az lesz a neve, hogy most, bocsánat, most jött SMS. Most legyen SMS, így. Így. Jó, ez lesz a neve, most jött SMS, finiseljük, el is készült nekünk, láthatjuk, hogy ez simán nagy osztály, de ezt kiterjesztjük, and a broadcast receiver-re, broad, nagyomba tartom a kontrollt, és megnyomom a space-t, látszik, hogy meg is csinálta nekünk ugye ezt a kiegészítés, tehát látjuk, hogy most itt SMS kiterjeszti a broadcast receiver-t, és van a kis probléma itt, amire hogyha rávisszük, látjuk, hogy ugye van ennek egy olyan metódusa, amit nekünk mindenképpen meg kell valósítani, puttyantsunk is rá egyet, látszik, hogy megkészítette nekünk az Eclipse ezt a metódust, ez a metódus fog lefutni tulajdonképpen, amikor majd egy ilyen broadcast receiver üzenet érkezik. Itt tudjuk megszabni ennek a onReceive metódusnak a belsejében, hogy amikor érkezik egy SMS érkezett üzenet, akkor mit tegyen a programunk, ezt én ugye kitörlöm, nem kell ide,
ne is tegyen mást, ugye ezt már nagyon szépen megszokhattuk, mint hogy a toast parancsa, toast, ugye elkezdem gépelni, make text, kiválasztjuk ezt a részét, ugye a kontext az lehet a kontext, ide beírom, hogy mi legyen az üzenet majd, az üzenet legyen az, hogy ha, ho, SMS jött. Jó? A duration, az pedig ugye megszoktuk, az egy konstans, az pedig így lehet ugye lehívni elegánsan, hogy length long. Igen, és akkor ahhoz, hogy ez meg is jelenítse, ahhoz ennek a show metódusát kell használni. Nagyszerű. Úgyhogy ezzel készen is vagyunk. Ezzel elkészült a programunk. Tulajdonképpen láthatjuk, hogy akkor ezt semmi más nem fog csinálni, amikor egy bejövő SMS lesz, akkor csak annyit fog csinálni, hogy egy rövid üzenetben kiírja, hogy ha-hó, SMS jött. Nagyszerű. Ahhoz viszont ugye egyrészt az új osztályunkat, ezt az új Roadcast receivert be kell regisztrálnunk ugye az Android Manifest állományba, ezért meg is nyitom. De még mielőtt ezt megtennénk, ahhoz, hogy a készülék fogadhasson SMS-t, ahhoz ugye engedélyt kell adni, ezt pedig úgy tesszük meg, hogy ugye az Android Manifest állományában, ugye itt a Permission mezőben hozzáadunk egy uses, tehát egy használati jogosultságot, ugye, és megnézzük, hogy ez pedig legyen az, hogy itt tekergetem, vadul, azt mondja, hogy read SMS, tehát az, hogy nem is read, hanem receive, ne olvas, hanem receive, tehát fogadhasson SMS-t, jó? Ez, hogyha így megvan, Ctrl S, és akkor láthatjuk, hogy ez így már minden oké. Okay. Na most jön az igazi varázslat, ugye ide megyünk az applikációba, látjuk, hogy ugye ez az egyik activity-nk, ez már ugye be van jegyezve, ez a fő activity-nk, adunk hozzá, itt láthatjuk, hogy itt adhatunk hozzá új activity-ket, provider-eket, service-eket és receiver-t, ugye a miénk most itt a receiver, itt hozzáadunk egy új receiver-t, na most nyilván ide be kéne írnunk a nevét, de itt most megkeresztethetjük a rendszerrel magával, ő most visszanézi, hogy melyek azok az osztályok, ahol ugye broadcast receiver van. Most látjuk, hogy ugye megtalálta a most jött SMS nevű osztályunkat, ezt leokézzük. És akkor utána rákattintunk erre most jött SMS-re. Ehhez hozzá fogunk adni egy intent filter, tehát tulajdonképpen a rendszer ugye intenteken keresztül kommunikál, azok tulajdonképpen adatcsomagok, amiken keresztül ugye a rendszer egymásnak tud küldeni adatokat, illetve mindenféle történeteket, tehát most egy intent filter lesz, erre rákattintunk, és ehhez az intent filterhez rendelünk egy akciót, ami akció tulajdonképpen az lesz, hogy innen választhatunk, hogy milyen rendszer üzeneteket, milyen broadcasteket figyeljen a mi általunk megvalósított kis programocska. Most, hogyha ezt végignézzük, láthatjuk, hogy itt ugye mindenféle eseményeket tudnánk figyelni, ugye, hogy a password megváltozik, akkor hogyha most mit mutassak még hirtelen, hát ha alacsony a akkumulátornak a töltöttsége, akkor a rendszer küld egy üzenetet, például, hogyha egy GPS programot készítettünk, akkor nehogy Isten, érdemes lehet figyelni ugye a töltöttségét az akkumulátornak, mert hogyha egy bizonyos kritikus szint alá csökken, akkor mondjuk ritkábban mintavételezzük a pontokat, és ritkábban küldjük el. Na, most nekünk igazán ugye az SMS érkezéséről szóló üzenethez kell hozzáférnünk, ezt pedig látjuk, itt van most ez az SMS received, tehát tulajdonképpen ez az, amire nekünk most föl kell iratkozni, én ezt Ctrl-S-sel elmentem, megnézzük azért a Android Manifest állományt, hogy néz ki, láthatjuk, hogy ugye itt van a mi részünk, amit most ugye bejegyeztettünk, ez a receiver innentől idáig, láthatjuk, hogy ugye itt van a receiver, aminek a neve az, hogy most jött SMS, itt van egy intent filter, ugye a kezdő és a végtagok között, és akkor itt látszik, hogy ugye arra az actionre, arra a üzenetre iratkoztunk föl, hogy amikor az SMS
received üzenet jön, akkor ugye hívjuk meg ezt a most jött SMS nevezetű program részecskénket. El is készültünk a programmal, most már nincs más hátra, mint hogy lefordítsuk. Ez pedig úgy történik, ugye, hogy rákattintunk a futtatás gombra, ez egy Android application, és oké. Okay. Én már itt egy kicsit csaltam, mert elméletileg már elindítottam itt egy virtuális készüléket. Ha minden igaz, akkor hamarosan megjelenik a Hello világ felirat, ami jelzi, hogy a mi kis programunk lefordult. Így van. Na, most ez meg is van. Most hogyan tudunk SMS-t küldeni ennek a virtuális készülékünknek? Kétféleképpen lehet ezt megoldani. Megoldhatnánk úgy, hogy még egy ilyen virtuális device-ot indítanak, még egy virtuális készüléket, és akkor ugye látjuk, ez az 5554-es, az meg lenne az 5556-os, és akkor ugye úgy onnan tudnék SMS-t küldeni az 5554-es készülék telefonszámát, ez az 5554-et kéne a telefonszám helyére beírni, és akkor elküldeni. Van viszont egy egyszerűbb mód, ugye van ugye nekünk ez a debugger részünk, hogyha ezt véletlenül nem találnátok meg, csak a java lenne itt, akkor ugye a window open perspektívában találjátok, ott tudjátok ugye ezeket megnyitni, ezeket a perspektívákat. Ugye most egy java perspektíva és egy DDMS perspektíva van nekem itt nyitva. Ha kijelölöm ezt a készüléket, ugye ezt lehet látni, hogyha nagyba kiteszem, hogy ugye kicsit össze van csúszó, hogy ez az 554-es emulátor. Hogy ezt kijelölöm, akkor láthatom, hogy itt kiválasztom az emulátor kontrollt, ugye itt akár tudok szimulálni egy telefonhívást is, de tudok szimulálni egy SMS küldést is, tehát mondjuk beírom, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 számról fog jönni mondjuk az SMS, és az SMS szövege pedig legyen az, hogy Hello Android. Jó? Na most ahhoz, hogy láthassuk majd a dolgokat, ahhoz ezt én így megfelezem egy kicsit, kisebbre húzom, így, és hogyha elméletileg elküldöm, akkor meg kell jelenni ugye a toast van leírt szövegnek, ha mindent jól csináltunk. Ha-ho, SMS jött, itt van. Na, látjuk, hogy remekül működik a programunk, nagyszerűen. Úgyhogy most előfordulhat olyan eset, amikor én azt szeretném, hogy én ugyan feldolgozom majd az SMS-nek a szövegét. Azt mondjuk elfelejtettem mondani, hogy ugye ez az intent tartalmazza az összes adatát az SMS-nek. Most nem megyünk bele abba, hogy hogyan kell kiszedni belőle azt, hogy honnan jött az SMS, illetve az SMS-nek a szövegét, de majd erre is fogok egy videót csinálni. Most elégedjünk meg annyival, hogy egyelőre csak ugye érzékeltük, hogy SMS jött, magát a szövegét, illetve a számot nem dolgoztuk föl, hogy honnan kaptuk. Hát visszatérve az előző gondolatra, hogyha nem szeretnénk, hogy a mi feldolgozásunk után maga az eredeti Android rendszer is megkapja ezt az SMS-t, akkor a következő módon tudunk eljárni. Erre mondjuk szükség lehet például akkor, hogyha nem akarjuk megjeleníteni, nem akarjuk eltárolni azt az SMS-t, hanem csak én magam akarom feldolgozni, akkor a Manifest File-ban van egy olyan lehetőségünk, hogy magát ezt az Intent filtert kijelölve, itt van egy Priority, egy elsődlegesség mező, ezt jó nagyra állítjuk, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy az én receive, tehát amikor én megkapom az üzenetet, akkor én dolgozhatom fel először. Ezt Ctrl-S-sel elmentem. És azon kívül a magában a kódban még ugye ezt a további folyamatokat leállítom, az pedig az abort, Ctrl-Shift, abort broadcast eljárással tudom megtenni, akkor a további feldolgozása az SMS-nek le fog tiltódni. Ezt szépen megmondtam, tehát akkor ez nem fog a további feldolgozás megtörténni. Nézzük is meg, hogy akkor ez most hogyan működik. Lefordítom újra ugye a programokat. Igen. Megkeressük, akkor nézzük a applikációnkat. Elméletileg fordítódik, itt látszik. Jó, el is készült, és akkor ugye átkapcsolok újra az előző részre, és majd figyeljük meg, hogy ugyan itt meg fog jelenni
az üzenetünk, hogy SMS érkezett, de ha mindent jól csináltam, akkor itt fölül nem jelenik meg, hogy SMS-t kaptunk, onnantól kezdve ugye a rendszer nem szerez róla tudomást, hogy valahonnan SMS érkezett, én magam feldolgozhatom, és nincsen, tárolhatom, ha akarom természetesen. Na, tehát akkor a szemgombra, ha püttyentek, akkor figyeljük, mi történik. Ahó, SMS jött. De látszik, hogy itt fönt ugye nem jelent meg az SMS-ek között a nincs semmiféle üzenet, nem jött SMS. Tehát én magam elfogtam az SMS-t, feldolgoztam, csináltam vele, amit akartam. Tulajdonképpen ez a lecke erről szólt. Nagyon sok hasznos üzenet érkezik a rendszertől, amiket feldolgozhatunk, ugye már volt róla szó. Hát házi feladatként próbáljátok meg mondjuk megvalósítani azt, amikor mondjuk egy bejövő hívás érkezik, és akkor hogyan tudjátok azt elkapni, hogyan tudjátok feldolgozni. Köszönöm szépen a figyelmet!